még üres a bonyhádi piac, pénteken viszont újra kinyit. Bonyhádon keddenként és péntekenként várják majd az eladókat és a vevőket. Legfontosabb tudnivaló, hogy milyen termékeket tudnak beszerezni az oda látogatók. Röviden összefoglalva, mezőgazdaságból, mezőgazdasági termékekből álló palettát találhatnak. Ez azt jelenti, hogy a húsféléktől a méz, a tojás, a zöldség, a gyümölcs, az élőállatig bezárva virágok, palántákat tudnak ott vásárolni a látogatók. De például ruhaneműket és szerszámokat áruló eladók egyelőre még nem térhetnek vissza a piacra. A koronavírus járvány miatt különleges óvintézkedések betartásával lehet csak az eladótereket használni. A szupermarketekből megismert eljárási rendet alkalmazzuk mi is, tehát 6 óra és 9 óra között a 65 évnél fiatalabbakat várjuk szeretettel, és 9 és dél között pedig a 65 évnél idősebb korosztályokra számítunk. Az egészségünk megóvása érdekében nagyon fontos az, hogy a piac területére csak szájmaszk viselésével lehet belépni, tehát mind az árusítók, mind pedig a vásárlók szájmaszk viselésére kötelezettek. Emellett az eladóknak gumikesztyűt is kötelező viselniük. A bonyhádi piac reggel 6 és déli 12 óra között lesz látogatható.